Bori, előfordult már veled valaha, hogy valamilyen látványosabb dolgot csináltál a színpadon? Hogy látványosat, szerintem olyan igen, de az, hogy extrémebbet, az szerintem nem. Mennyire van tériszonyod? Nincs tériszonyom. És táncolni szeretsz? Igen, nem néz ki jól. Azt látom vissza a videók, hogy nem néz ki jól, de szeretnék megtanulni jól táncolni egyébként színpadon, hogy ez esztétikus legyen. Szeretek, de hát igyekszem. Hát most én a kettőt összekötöttem, úgyhogy elhoztalak egy légtánc órára. Bevállalod? Be, igen. Rolanda, a légtáncot, mint megközelítést te magad találtad ki. Mit is jelent ez pontosan? Próbáltam a sporttól egy kicsit eltávolítani, és egy olyan mozgásformát kikísérletezni, ahol az ember meg tudja találni a saját stílusát, és sokkal fontosabb az, hogy jól érezze magát, mint az, hogy meglegyen a 100%-os párga, és inkább a zenével együtt éljen a levegőben, ahelyett, hogy szobrokat, meg pózokat hozunk létre. A 100%-os párgából mennyi megy? 10%. Pont elég lesz. Ez ennyi, amit most látok. Az első közös barátunkat bemutatnám neked, Hemoknak hívják. Szia, Hemok! Az első lépés, amit megcsinálunk vele, hogy egy kicsit így szokd a feje lefele léte, hogy mint hogyha egy kabátot megfogod, belefordulsz és felveszed magadra, és innen megpróbálunk egy olyat, hogy a térdedet húzod a mellkasodhoz, miközben a fejeddel keresed a falat mögötted és a földet alattad, és aztán kinyújtod a térded. Szóval jön, keresem a földet, falat, és rányújtom a térdem. Csúsztasd a kezed lefele, és add át a súlyodat, hogy ő tartja. Azaz, még bátran. És ez az. Adj egy pacsit. Tényleg? Aha. Két kézzel. Először csak egy másikra. Ez az. Hozd előre mondjuk a jobb lábadat, és tedd ide keresztbe a két szál elé. Azaz, homoríts rá hátból, engedd el magad, repülj. Azaz. És még egy pici spic, és kész van az első pózod. Voilà! Tadam! Na Bori, hogy ment az első próbálkozás, barátkozás? Hát szerintem másodszorra már biztonságosabban éreztem magamat a karjaiban. De nem tudom én kifele, hogy néztem ki, nem ismerem majd visszanézni. Szerintem nagyon ügyes voltál, igen. Úgyhogy haladhatunk is tovább. Szerintem is. Ez lesz a következő eszköz, mit kell róla tudni, és mit fog rajta csinálni? Karikának hívják. Azt kell róla tudni, hogy kétféle változatban létezik, fő változatban. Az egyik az, ami itt van, hogy egy ponton lóg. Az egy picit instabilabb. De hál' Istennek! Készültem neked. Nem olyan barátságos, mint ami ennek kinéz, de sokkal, nagyon sok szép poszt lehet rajta csinálni. Picit csúsz visszebb, és az egyik lábadat vidd hátra. Azaz. És onnan előre, de még tartsuk ki. Nyújts ki a könyököd, emel a láb, spic. Igen, már egy picit. Bori, nagyon megy ez neked. Mi lesz a következő lépés? A következő lépés egy különleges mozgásforma lesz, amit itt faltáncnak hívunk, amikor a színpadot elfordítjuk 90 fokba, és úgy lehet nagyobb ugrásokat végrehajtani, meg mindenféle izgalmas dolgokat. Ez nem annyira légtánc, de mivel ilyen jól ment, azért azt gondoltam, hogy próbálj ki egy különlegességet is. És előre lép, egy, kettő, ez az, hátra, egy, kettő, ezt, ennyi, egyelőre ennyi. Megugolsz, és ellököd magad, azaz. Szép. És próbálj meg, hogy hátrafele ugrasz. És aztán a hátraugrásodba belesegítünk, hogy csinálunk egy hátraszaltót. Mi? Nem figyel, ja? Nem hallottam jól. De szerintem jól hallottad, azt mondtam, hogy hátraszaltó. Ez volt az első. Ez még nem az volt. Még csak egynél tartunk, ez lesz a második hátraugrásod, sima hátraugrás. Azaz. És akkor most a szaltó hátra néz, és behúz a térd. Ez az.
Na Bori, mennyire elképzelhető, hogy a következő koncertek egyikén majd fejjel lefele lógsz egy ilyen karikáról, és úgy énekelsz? Majd érzek Beyoncé. Hát akkor, hát ne, ez nem elképzelhető, de hát ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon bejött. Tényleg, nagyon. Nagyon féltem elején amúgy, de aztán tök fontos a bizalom, hogy a tanítódba így megbízd, és meg a testedben amúgy, hogy képes rá. Tök jó volt. Roland, te hogy értékelnéd Bori munkáját, teljesítményét? Abszolút meg vagyok vele elégedve, teljesen átlagon felül teljesített. Amit külön kiemelnék, hogy egyetlen jajszó nem hangzott el a szájából, de ez fáj, hogy félek, nem csinálom meg. Úgyhogy le a kalappal. Köszönöm. Gratulálok, ügyes vagy. Köszönöm.